Szerencsére nem először van Salzburgi rendszámú BMW a karmaink között, és amikor ilyen van, akkor tudhatjátok, hogy valami különleges modellt hoztam, hogy most is így van ez, hiszen az utolsó Salzburgi az X5M volt, ez pedig egy M135i, ami gyakorlatilag a legkisebb autóból a legerősebb verzió, egy igazán új csoda. Gondolom nektek nem kell bemutatni ti, akik az interneten éltek, és gyakorlatilag ezután a márka után sérült az agyatok. Bizonyára többet tudtok róla, mint én. Csabi, mit várunk ettől? Sok jót, röviden összefoglalva. Ugye az elődjének a 1-es M-kupénak próbálták a hason szőrére fejleszteni, ami azért nem biztos, hogy sikerült, mert az egy szuperautó volt, az igazi élményautó. Most nyilván azért ez egy puhább verzió lesz annál. Viszont kis autó, viszonylag kis tömeg, nagy motor, hátulhajt, ez elég ígéretesnek tűnik. Az elmúlt héten egy igazán meglepő időt produkáltatok, illetve Csabi, de te is nagyon jót mentél, ez a 48.765 egy Focus ST-vel, ami abszolút harmadik idő. Azt gondolom, hogy ha ilyen jók vagytok mostanában, akkor ezzel az autóval valahol a legjobb idő környékén kéne lennetek. Attól függ, hogy mennyi tapadást tudunk átvinni, ugye az a baj, hogy az ilyen erős BMW-kkel néha elfolyol a dolog egy ilyen drift show-vá. Kíváncsi leszek, hogy melyikünk fogja jobban megállni azt, hogy ne így legyen. Amúgy a kocsi szerintem képes nagyon jó időre, nem tudom, hogy ez a gumi mennyire fog jól tapadni. Szokásunkhoz híven következik a játék, amikor megint nagyon fontos, hogy ki fog kezdeni. Egyelőre én kezdek. Lassan nem mehettek ezen a héten. Kezdek én. De már. De, fair vagyok. Ah. Én nem így fogalmaznék. Meg türelmet. Nem mondhatjuk, hogy nem ésszel kezdett neki, mert hogy a rajt normális volt. Jó, most már keresztbe ment, hát ez ennyi. Tehát a rajt az nagyon eltalálta. Nehéz lesz ilyen jót rajtolni. De úgy nézem, hogy ő most ésszel megy. Legalábbis próbál. Rámegy az időre. Yeah. Tutira. Ezzel az autóval, ha mindenki akkor nekem kell driftelni. Nem, neked is rá kéne menni az időre. Ésszel. Igen. Ezzel az autóval szerintem valahol azért tényleg csúcs közé. Nagyon halad hátul. Nagyon begyorsult. Ott egy kisebb ugratás. Aha. Tegyük hozzá, hogy ez egy rócsós autó, ahogy hallottam. Tehát, hogy ez már kapott az élettől. Kíváncsi, hogy... Ezzel magadat próbálod védeni, már nem számít. Nem, az csak, hogy nem biztos, hogy mindenem már úgy működik, mint újkorában. És megvédte saját magát, mert nem keresztbe jött ki az utolsó kanyarba, ahogy gyakorlatilag minden egyes BMW-vel, hanem próbált íven autózni. Szép! Ott a feladat! Túl jó formában mostanában. Igen. Mióta ilyen fehér trikókban jársz, ilyen BMW-sről nagyon jó mész. 48.231, ami gyakorlatilag abszolút második idő már most. Látszott is egyébként kívülről, hogy egy, hogy rámenti az időre, kettő, hogy hibátlan kör volt. Próbáltam észre menni, ezzel nagyon könnyű lenne nem észre menni, tehát a tapadás, ami behatárolja. Hogyha még jobb gumi lenne rajta, akkor még sokkal többet tudna az autó. Tehát ezen a pályán, ezekben a szűk kanyarokban csak a ész az, ami meghatározza, mennyire lesz egy gyors. Ahogy egy picit lendületesebben bemész, a hátulja szépen fordul, akkor egy kicsi gázt adnál, vagy egy kicsit többet, akkor egyből megy a móka, de hát ugye az az idő rovására menne, úgyhogy próbáltam most összpontosítani, hát ha ő kicsit élvezkedni szeretne. Jánosom, hát akkor észre préselgessé, tudod? Aha. Igen. Elég lesz ez az idő, mert úgy van, hogy szeret nyerni. Nem a nyerés, hát de ezzel öröm menni, érted? Tehát ezért kaptátok. Megfelelő, nagyon kedves vagy, kicsit dicsérlek majd. Jó lenne. Jó esik. Jól nézel ki, mondtam már? Igen. Na. János is próbált észre rajtolni, és legalább olyan jól sikerült a rajtja, mint a Csabinak. És kevésbé mozgatja az autót a kanyarokban, még jobban íven megy, mint ahogy te mentél. Jó, hát ott lett egy kis szituáció. Nagyon jó volt a rajt, tehát ez pont ideális volt a slip így ránézésre. Hülyén hangzik, de tényleg nagyon szépen elindult.
Az első kanyarok szépek voltak, de ott hátul úgy nézem, egy picit már leresztette a fonalat. Igen, szerintem addig, amíg bírta a hiba nélkül, addig érdekel. Igen, most már nem érdekli. Nem, tehát hosszú ez a kör így, mentálisan. Igen. Aha. Na, erről beszélek. Jó, oda lett a gyerek. Gyertek beljebb szerintem a kamerával egy picit. Most megnézzük, milyen az íven autózás és a keresztben autózás közti időkülönbség. Több mint egy másodperc, igen. Szerintem nem bánja. Nem. Tehát ez az a helyzet, amikor mindegy. De vigyorog. Vigyorog a magyar gyerek. Érdekel az idő, vagy az teljesen mellékes ebben a helyzetben? Nem, hát ott elrontottam, tudtam, hogy hogy az idő az oda van, mondom, akkor innentől viszont nem veszem el a gázt. De tényleg az volt, hogy ott rányomta egy pillanatra a gáz, és onnantól elúszott, onnan alig tudtam összeszedni, mondom, na, kész. Úgyhogy akkor megyünk úgy, ahogy nyomom neki. Igazániból nagy az időkülönbség, 1,2 másodperc, de hát ez logikusan benne volt. Nagyon szépen nézett ki az utolsó három kanyar, amit itt tisztán láthattunk. Milyen élmény vezetni az autót? Vicces tényleg, tehát hogy annyira kevés rajta a tapadás tényleg így hátul, vagy inkább a motor erős, inkább így mondom, tehát kettő még nincs annyira egyensúlyban. Hogyha egy nagyobb gázt adsz, akkor tényleg mész keresztbe, tök mindegy, hogy hol vagy, vagy mit csinálsz. Már ott nekem az úgy jobban kijött, tehát ott az a hátsó egyenesre úgy fordultam rá, hogy mondom, hát ez állam volt, tehát még visszajövök és megyek még egy ilyen. Aztán itt is mondom, akkor már ti is lássatok valami hasonlót. Nagyon jó volt. A sikámból is úgy jöttem le, hogy már abból csúsztam, és akkor onnan vissza. De egyébként nagyon vicces, hogy ennyit csúszkálva és ilyen jó időt megy, mert én azt gondolom, hogy az is jó idő így csúszkálva. Alapvetően nem rossz az idő, ellenben a heti győztest, aki megint teljesített egy abszolút nagyon komoly időt, ugye abszolút másodikat, kérdezem arról, hogy ti együtt versenyeztetek ennek az autónak az elődjével dízel változatban. Csabi, szerinted lehet-e ebből, te aki a BMW versenyautók nagy tudora, vagy lehet-e ebből jó versenyautót csinálni, és lesz-e talán belőle? Biztos, hogy lehet. Ez a motor, ez fantasztikus. Tehát ez a 3000-es turbo benzines, ez szuper. Ez szerencsére utcán én ilyennel járok igazándiból, tehát, de ennek alapján is csak dicsérni tudom, mert imádom minden nap. De az 1-es az egy nagyon jó konstrukció, nagyon jó kaszni. Az előző generációból az 1-es versenyautónk, amivel Janival mentünk hosszú távú versenyeket, azt hiszem az kiemelkedően jó autó volt, rendkívül stabil volt, és még nagyon komoly GT3-as autóknak is oda tudtunk vele hosszú távú versenyeken pirítani. Most megnézzük, milyen az íven autózás és a keresztben autózás közti időkülönbség. Több mint egy másodperc, igen. Szerintem nem bánja. Nem. Tehát ez az a helyzet, amikor mindegy. De vigyorog. Vigyorog a magyar gyerek. Érdekel az idő, vagy az teljesen mellékes ebben a helyzetben? Nem, hát ott elrontottam, tudtam. Tudtam, hogy hogy az idő az oda van, mondom, akkor innentől viszont nem veszem el a gázt. De tényleg az volt, hogy ott rányomta egy pillanatra a gáz, és onnantól elúszott, onnan alig tudtam összeszedni, mondom, na, kész. Úgyhogy akkor megyünk úgy, ahogy nyomom neki. Igazániból nagy az időkülönbség, 1,2 másodperc, de hát ez logikusan benne volt. Nagyon szépen nézett ki az utolsó három kanyar, amit itt tisztán láthattunk. Milyen élmény vezetni az autót? Vicces tényleg, tehát hogy annyira kevés rajta a tapadás tényleg így hátul, vagy inkább a motor erős, inkább így mondom, tehát kettő még nincs annyira egyensúlyban. Hogyha egy nagyobb gázt adsz, akkor tényleg mész keresztbe, tök mindegy, hogy hol vagy, vagy mit csinálsz. Már ott nekem az úgy jobban kijött, tehát ott az a hátsó egyenesre úgy fordultam rá, hogy mondom, hát ez állam volt, tehát még visszajövök és megyek még egy ilyen. Aztán itt is mondom, akkor már ti is lássatok valami hasonlót. Nagyon jó volt. A sikámból is úgy jöttem le, hogy már abból csúsztam, és akkor onnan vissza. De egyébként nagyon vicces, hogy ennyit csúszkálva és ilyen jó időt megy, mert a baj, hogy az ilyen erős BMW-kkel néha elfogyol a dolog egy ilyen drift show-vá. Kíváncsi leszek, hogy melyikünk fogja jobban megállni azt, hogy ne így legyen. Amúgy a kocsi szerintem képes nagyon jó időre, nem tudom, hogy ez a gumi mennyire fog jól tapadni. Szokásunkhoz híven következik a játék, amikor megint nagyon fontos, hogy ki fog kezdeni. Egyelőre én kezdek. Lassan nem mehettek ezen a héten. Kezdek én. De már. De, fair vagyok. Én nem így fogalmaznék. Meg türelmet. Oh.
nem mondhatjuk, hogy nem ésszel kezdett neki, mert hogy a rajt normális volt. Jó, most már keresztbe ment, hát ez ennyi. Tehát a rajt az nagyon eltalálta. Nehéz lesz ilyen jót rajtolni. De úgy nézem, hogy ő most ésszel megy. Legalábbis próbál. Rámegy az időre. Yeah. Tutira. Ezzel az autóval, ha mindenki nekem kell driftelni. Nem, neked is rá kéne menni az időre. Ésszel. Igen. Ez az autóval szerintem valahol azért tényleg csúcs közül. Nagyon halad hátul, nagyon begyorsult. Ott egy kisebb ugratás. Aha. Tegyük hozzá, hogy ez egy rócsós autó, ahogy hallottam. Tehát, hogy ez már kapott az élettől. Kíváncsi. Ezzel magadat próbálod védeni, már nem számít. Nem az, csak hogy nem biztos, hogy mindenem már úgy működik, mint újkorában. És megvédte saját magát, mert nem keresztbe jött ki az utolsó kanyarba, ahogy gyakorlatilag minden egyes BMW-vel, hanem próbált íven autózni. Szép! Ott a feladat! Túl jó formában mostanában. Igen. Mióta ilyen fehér trikókban jársz, ilyen BMW-sről nagyon jó mész. 48-2-31, ami gyakorlatilag abszolút második idő már most. Látszott is egyébként kívülről, hogy egy, hogy rámenti az időre, kettő, hogy hibátlan kör volt. Próbáltam észrevenni, ezzel nagyon könnyű lenne nem észrevenni, tehát a tapadás, ami behatárolja. Hogyha még jobb gumi lenne rajta, akkor még sokkal többet tudna az autó. Tehát ezen a pályán, ezekben a szűk kanyarokban csak a ész az, ami meghatározza, mennyire lesz egy gyors. Ahogy egy picit lendületesebben bemész, a hátulja szépen fordul, akkor egy kicsi gázt adnál, vagy egy kicsit többet, akkor egyből megy a móka, de hát ugye az az idő rovására menne, úgyhogy próbáltam most összpontosítani, hát ha ő kicsit élvezkedni szeretne. Jánosom, hát akkor észre préselgessé, tudod? Aha. Igen. Elég lesz ez az idő, úgy van, hogy szeret nyerni. Nem a nyerés, hát de ezzel öröm menni, érted? Tehát ezért kaptátok. Megfelelő, nagyon kedves vagy, kicsit dicsérlek majd. Jó lenne. Jól esik. Jól nézel ki, mondtam már? Igen. Na. János is próbált észre rajtolni, és legalább olyan jól sikerült a rajtja, mint a Csabinak. És kevésbé mozgatja az autót a kanyarokban, még jobban íven megy, mint ahogy te mentél. Jó, hát ott lett egy kis szituáció. Nagyon jó volt a rajt, tehát ez pont ideális volt a slip így ránézésre. Hülyén hangzik, de tényleg nagyon szépen elindult. Az első kanyarok szépek voltak, de ott hátul úgy nézem, egy picit már leeresztette a fonalat. Igen, szerintem addig, amíg bírta a hiba nélkül, addig érdekel. Igen, most már nem érdekli. Nem, tehát hosszú ez a kör így, mentálisan. Igen. Aha. Na, erről beszélek. Jó, oda lett a gyerek. Gyertek beljebb szerintem a kamerával egy picit. Szerencsére nem először van salzburgi rendszámú BMW a karmaink között, és amikor ilyen van, akkor tudhatjátok, hogy valami különleges modellt hoztam, ahogy most is így van ez, hiszen az utolsó salzburgi az X5M volt, ez pedig egy M135i, ami gyakorlatilag a legkisebb autóból a legerősebb verzió, egy igazán új csoda. Gondolom, nektek nem kell bemutatni, ti, akik az interneten éltek, és gyakorlatilag ezután a márka után sérült az agyatok. Bizonyára többet tudtok róla, mint én. Csabi, mit várunk ettől? Sok jót. Röviden összefoglalva, ugye az elődjének, a 1-es M-kupénak próbálták a hason szőrére fejleszteni, ami azért nem biztos, hogy sikerült, mert az egy szuper autó volt, az igazi élményautó. Most nyilván azért ez egy puhább verzió lesz annál. Viszont kis autó, viszonylag kis tömeg, nagy motor, hátulhajt, ez elég ígéretesnek tűnik. Az elmúlt héten egy igazán meglepő időt produkáltatok, illetve Csabi, de te is nagyon jót mentél, ez a 48-765 egy fókusz estével, ami abszolút harmadik idő. Azt gondolom, hogy ha ilyen jók vagytok mostanában, akkor ezzel az autóval valahol a legjobb idő környékén kéne lennetek. Attól függ, hogy mennyi tapadást tudunk átvinni, ugye az a...